elfogadták a költségvetést, több mint 1 milliárd forintból gazdálkodik 2019-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. 400 milliós fejlesztés Újfehértón, megújult és kibővült a görögkatolikus óvoda és általános iskola épülete. Tartanak a meccési munkálatok, az ültetvény termő képessége nagy mértékben múlik azon, hogy ezt a műveletet hogyan és mikor végzik el. Elfogadta a költségvetést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, így több mint 1 milliárd forintból gazdálkodik a megyei önkormányzat 2019-ben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ebből a keretből két kiemelkedő projektet is megvalósítanak ebben az évben. Az egyik keretében energetikai tanúsítványokat készítenek az arra igényt tartó megyei önkormányzatoknak. Ez egy fontos alapdokumentuma a további pályázatoknak. A másik pedig a megyei identitás pályázat, amelyben hagyományteremtő, közösségépítő programokat szerveznek. 2019 első Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésének egyik legfontosabb napirendi pontja az éves költségvetés volt. A tagok elfogadták a rendeletet, így több mint 1 milliárd forintos költségvetési főösszegből gazdálkodhat a megyei önkormányzat. A forrásból két kiemelkedő projekt is megvalósul. Klímaakcióterveket készít az önkormányzat azoknak a megyei településeknek, akik ezt igénylik. Ez az úgynevezett SZEKAP dokumentum egy olyan energetikai tanúsítvány, amely több támogatás pályázati feltétele lesz 2020 után. Az elkészítendő dokumentum csomagot SZEKAP-nak hívják, ez az angol mozaik szava a fenntartható energia- és klímaakciótervnek. Egy másik nagyszabású tervben hagyományteremtő, közösségépítő programokat szerveznek, közölte a megyei közgyűlés elnöke. A másik ilyen nagy pályázatunk a megyei identitás pályázat, amelynek keretében konzorciumi partnerként, más módon kedvezményeként együttműködve számos megyei településsel olyan programokat fogunk megvalósítani, amelyek népszerűsítik a megyét, és a megyei identitást fejlesztik a helyi közösségekben. Olyan hagyományteremtő, közösségépítő programokat valósítunk meg, amelynek eredményeképpen sokkal otthonosabban érezzük a megyénket, sokkal jobban tudjuk, hogy a településeknek milyen múltja volt, milyen lehetőségei vannak. Erre is nagy várakozással tekintünk erre a projektre. Adorján Béla, a Jobbik megyei elnöke a januárban módosított munkatörvénykönyvének változása ellen szólalt fel. A párt előterjesztésében azt akarták elérni, hogy a megyei önkormányzathoz tartozó cégeknél ne alkalmazzák az új túlóra törvényt. Politikai síkon sorra elbuknak ezek a kezdeményezések, nem csak itt a megyei közgyűlésben, szinte az összes településen, ahová beterjesztése kerültek ilyen rendelkezések. Vásáros-Noményi képviselőtestület sem vette ezt napirendre, ezt az előterjesztésemet, de több városban megpróbálták, például Kisvárdán szocialista képviselő próbálta meg napirendre vetetni, ott is így döntöttek, hogy nem muszáj napirendre venni. Természetesen marad az a lehetőség, a politikai határait kitolva, hogy azokkal a szinte 100%-ban az ügy mellett álló civil szervezetekkel és szakszervezeti szervekkel együttműködve addig fogjuk a társadalmi ellenállást tanúsítani, amíg ez a törvény hatályon kívül nem helyezésre kerül. Az alma kérdés újra előkerült a közgyűlésen. Veres János szerint a gyümölcs értékesítése nehezen ment a megye valamennyi termelőjének. Legyen szó akár léalmáról, akár ipari vagy asztali minőségű almáról. Úgy gondolom, hogy ebből tanulva mindenképpen fontos feladata a megyei közgyűlésnek az, hogy próbálja meg olyan kezdeményezéssel élni, hogy az egész gyümölcstermesztéssel kapcsolatos kérdéskört áttekintsük szakmai szervezetek bevonásával, nézzük meg a szabályozási rendszerét, nézzük meg azt, hogy hogyan lehetne ezekből a termékekből, ezekből a megyénkben megtermelt kiváló minőségű gyümölcsökből jobb piaci lehetőségeket elérni. Szilágyi Péter független közgyűlési tag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság létjogosultságát kérdőjelezte meg a pénteki közgyűlésen. Baracsi Endre, a bizottság alelnöke azonban elmondta, az elmúlt évben is fontos és kiemelkedő munkát végeztek, már 115 tételt számol az értéktár, de a gyűjtés mellett első számú feladataik közé tartozik a szemléletformálás és a fiatal generáció megszólítása, valamint vetélkedőket is szerveznek.
A létjogosultság az lényegében egy örökké valóságnak szól, hiszen az értékeink őrzése, a hagyományaink ápolása, illetve a jelenben teremtődött új értéknek a hétköznapokba való átvitele az mindenképpen nagyon fontos és szükséges. Sőt, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy ez feladattól sokkal több, ez egy küldetés, amelyet végeznünk kell, egy közösségépítő tevékenység, amelyben nekünk a feladatunk az, hogy minél több embert és legfőképpen a fiatalokat vonjuk be. Az Értékbizottság természetesen 2018-ban is dolgozott. Ez, hogyha kifejezetten csak a szakmai munkát nézzük, ugye ez általában abba csúcsosodik ki, hogy a beérkező javaslatokat elbírálja, és ezzel az értéktár listáját, azt a lajstromot, az bővíti. A közgyűlésen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kirendeltségének igazgatója is beszámolt tevékenységükről. Németh Péter kiemelte, a következő 5-10 év célja, hogy megteremtsék a támogatott lakhatást a jelenleg bentlakásos rendszerben ellátott fogyatékkal élők számára. A gyermekvédelmi területen pedig minél több, 12 éven aluli gyermeknek szeretnének nevelőszülőt biztosítani. Az Országos Főigazgatóság nevelőszülő toborzási kampányának egyik állomása Nyíregyháza lesz április elején. A program azért indult, mert egyre kevesebb a nevelőszülő Magyarországon. Új tornateremmel, tantermekkel, valamint kiszolgáló helységgel bővült az újfehértói Istenszülő oltalmáról elnevezett görögkatolikus óvoda és általános iskola. A beruházás mintegy 400 millió forintos hazai támogatásból valósulhatott meg, melynek keretében bővült és korszerűsödött is az épület. A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött, majd 2018 márciusában a kivitelezési munkálatok is kezdetét vehették. A tornacsarnok és új tantermek mellett kiszolgáló helységekkel is bővült az iskola, mindez akadálymentesítve egy lifttel. Az iskola mellett egy 20 férőhelyes parkolót is kialakítottak. Ez a tornaterem kormánytámogatásból épült, mintegy 400 millió forintból. A görögkatolikus egyházközség itt Újfehértón úttörője a felújításoknak. Óvodájuk van, bölcsődéjük, és most az iskolához tartozó tornaterem újul meg. A választókerületünkben közel 5,5 milliárd forint értékű fejlesztések történtek meg. Ez mind iskola felújítás, illetve új iskola építés, bővítés. Nyírbátorban a rómaiak építkeztek, Geszteréden ugyancsak a rómaiak. Itt 200 millió forint értékben a reformátusok vásároltak az önkormányzattól iskolát, és itt vagyunk a görögkatolikusoknál Újfehértón, ahol egy megújult, szép tornaterem együttesben élvezhetjük majd a mozgás szabadságát az ünnepség után. Soltész Miklós államtitkár elmondta, az átadás egyik nagyon fontos üzenete az, hogy egyházaink a sportot, a mozgást, az élet és a nevelés nagyon fontos részének tartják, hiszen közösséget teremt, és az egészség megőrzésében is lényeges szerepet tölt be. A magyar kormány nagyon sok olyan támogatást indított el a mindennapos testnevelés kapcsán, ami érinti az állami önkormányzati iskolákat, de hála Istennek a egyházi iskolákat is. Így tudott megvalósulni ez a tornaterem is 400 millió forintos támogatással, ami szerintem fantasztikus, és mindenképp nem csak az idejáró görögkatolikus nevelés és iskolába járó gyerekeknek a közösségét erősíti, hanem egész közösségét, akik itt laknak, szülőkét, nagyszülőkét egyaránt. A kormány az elmúlt hétvégén jelentette be az új családpolitikai reformokat, amelyeknek továbbra is fontos része az iskolák, óvodák, bölcsődék fejlesztése, hiszen úgy vélik, a fiatalokba való befektetés egyenlő a jövőnkbe való befektetéssel, hangzott el az ünnepélyes átadón. Javában zajlik a meccés az almásokban. Ez az egyik legmunkaigényesebb és legnagyobb szakértelmet igénylő munkafolyamat. Az ültetvény termőképessége nagymértékben múlik azon, hogy ezt a műveletet hogyan és mikor végzik el. Érdemes tapasztalt szaktanácsadók segítségét kérni.
Megyénk területén a gyümölcsösökben hetek óta folynak a meccési munkálatok, így Nyírmadán is, ebben az intenzív almaültetvényben. Az évek óta mezőgazdasággal foglalkozó család sok egyéb mellett 30 hektár ültetvénnyel rendelkezik, amelyből 16 hektár megy és 14 hektár alma, mondta el televíziónknak Gerőcse gazdálkodó. Ez az ültetvény, ahol most vagyunk, ez 2017-es telepítés, olasz csemetéket hoztunk, ez kités, teljes telepítéses rendszer. Már az idei évben is már szépen termett, az idei évben meg, vagyis a tavalyi évben már szépen termett, az idei évben meg várhatóan azért még nagyobb lesz a terméshoz. Mi igyekszünk a meccésnél is a koronaformát is úgy alakítani, hogy minél jobban kitöltse a rendelkezésre álló teret a fa, és a minél magasabb minőségű termésmennyiséget érjük el. Az idősebb ültetvények meccése már befejeződött, jelenleg a fiatalabb ültetvényeken dolgoznak. A nyugalmi időszakban történő meccést januárban és februárban fagymentes időszakban célszerű elvégezni. A szakszerű munkának köszönhetően az új hajtások növekedését serkenthetjük. A meccés egy nagyon fontos folyamat, sok múlik azon, hogy milyen szakmai odafigyeléssel végezzük, tette hozzá Gerő Csaba. A meccést azt szaktanácsadóval végezzük, ő mutatja meg a meccőknek, hogy mit, hogyan kell mecceni, meg le is ellenőrzi őket. Tehát nincs itt folyamatosan, de azért hetente többször visszanézés azért le is ellenőrzi a munkájukat. Azon felül, hogy ugye mi is jövünk a fiúkhoz, és akkor mi is ellenőrizzük, vagy esetleg módosítunk, változtatunk rajta, hogy mit, hogyan csináljanak, hogyha valamit esetleg nem vennének észre. A meccéssel nem csak a termés minőségét javíthatjuk, de bizonyos kórokozókat is visszaszoríthatunk. Az idei tél folyamán nagy fagykár nem érintette a gazdálkodókat, és még szükség van a hideg időre. Néhány héten belül lezárul a meccés, és elkezdődhetnek a gyümölcsösökben a további munkálatok. Magyarországon a házasságkötések száma 2010 után jelentősen növekedett. 2016-ban a házasságra lépő párok száma már meghaladta az 50 ezret, amire az azt megelőző két évtizedben nem volt példa. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, előzetes adatai szerint 2018. januárja és novembere között 48.700 pár járult anyakönyvvezető elé. Hazánkban az 1000 lakosra jutó házasságkötések száma 2009-ben 4000-elék alá süllyedt, majd 2015-ben ismét meghaladta a 4000-eléket, 2016-tól kezdve pedig már 5000-elék fölé emelkedett. Tavaly január és november között 1000 lakosra országosan 5,5 házasságkötés jutott. 2017-ben a nők átlagosan 29,9 évesen, a férfiak 32,7 éves korukban kötötték első házasságukat. Az először házasulók átlagos életkora 2000 óta mindkét nem esetében 5 évet emelkedett. Az utóbbi évek növekvő házasság kötési kedve az először és a több egyszerre házasodókat is érintette, de nagyobb emelkedés az előbbiek esetén történt. Az esküvők többségében mindkét fél az első házasságát köti, ám az újraházasodók részaránya sem elhanyagolható. Vasárnap magyar kupa döntőt játszik a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese a Békés Csaba ellen lép pályára az Érd arénában. A nyíregyháziak célja, hogy az elmúlt évhez hasonlóan megszerezzék a kupát. Tavaly is ez a két csapat játszotta a kupa döntőt, akkor 3-2-es győzelmük után a nyíregyháziak emelhették magasba a serleget. Ezúttal mindkét gárda jó formában várja a finálét, a csabaiak szerdán 23 éve nem látott eredményt elérve bejutottak a CEF kupa elődöntőjébe, a Fátum Nyíregyháza pedig a bajnokságban gyűjtögeti a győzelmeket. Hollósi László együttese legutóbb a listavezető Vasas Óbuda otthonában diadalmaskodott, előtte pedig épp a Békés Csabát verték Vargáig, ebben a szezonban már negyedszer. Nehéz ebből a négy mérkőzésből kiindulni, hiszen egy kupa döntő az mindig más, az a mentális felkészülésről szól, illetve arról, hogy mennyire tudják a játékosok feldolgozni, hogy itt gyakorlatilag egy mérkőzés van. De én úgy gondolom, hogy nekünk nem kell ezzel foglalkozni. Igazából ez a négy mérkőzést mi úgy gondolunk, hogy nyilván a Békés Csaba nem fog félni tőlünk, hiszen azért remek játékosok alkotják a Békés Csaba csapatát, de ha már egy kicsit a szürke állományban benne van az, hogy nem szeretnek játszani ellenünk, akkor az 1-2%-ot jelenthet. Ez egy teljesen speciális légkörű mérkőzés lesz,
Én nagyon bízom a lányokba, de igazából nekünk nem kell semmi hangzatos ígéretet mondani. Mi tesszük a dolgunkat, tudjuk, hogy miért kelünk föl minden nap. Aztán, hogyha ennek egy jó mérkőzésben csúcsosodik ki az eredménye, akkor büszkék leszünk rá. A vezetőedző elmondta, jól ismeri egymást a két csapat, de azért a szakmai stáb igyekszik valami meglepetést kitalálni a döntőre. Azt elemezzük, hogy milyen felállásban lenne a legoptimálisabb találkozni a Békés Csabával. Megvizsgáljuk azt, hogy úgy álljunk-e föl, ahogy az előző mérkőzésem, vagy esetleg beleforgatni a csapatban. Tehát amikor én arra gondoltam, hogy valami meglepetést, akkor elsődlegesen ugye itt az edzők azzal szoktak sakkozni, hogy kikivel találkozik a hálónál. Még azért ez komoly elemző munkát igényel, hogy mi legyen. Van egy terv a fejünkbe, meglátjuk, hogy ez működik-e. Az érdi Magyar Kupa hétvégén szombaton a férfiaknál Kazincbarcik a Kaposvár bronzmeccset és Kecskemét pénzügyi döntőt rendeznek. Vasárnap a hölgyeknél a Vasas Óbuda Jászberény mérkőzés dönt a harmadik hely sorsáról, majd 15 órakor kezdődik a Fátum Nyíregyháza Békés Csaba finálé. Megyei rangadóval kezdi a tavaszi szezont a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Az őszt 50%-os mérleggel záró együttes szombaton Tiszavasváriban lép pályára. A nyírbátoriak célja az első 5 hely valamelyikének megszerzése az MB2 északkeleti csoportjában. A nyírbátorban veretes múltra visszatekintő férfi kézilabdában egy meglehetősen zavaros időszakot követően másfél évvel ezelőtt új alapokra helyezték a jövő építését. Az önkormányzati tulajdonú nyírbátori sport és utánpótlás nevelő non-profit Kft. Az utánpótlás bázis szélesítését, távlati célként pedig egy helyi játékosokra épülő feljutása esélyes csapat kialakítását tűzte ki maga elé. Ott tart az építkezésünk, hogy a kezdeti két csapathoz képest ma már 6 csapattal rendelkezünk. Ezek azt a célt szolgálják, hogy az utánpótlást próbáljuk meg kiépíteni, és ez hosszú távon eredményt fog hozni. Azóta megalakítottuk az U11-es csapatot, az U14-es csapatot, van serdülő csapatunk, ifjúsági csapatunk, van felnőtt csapatunk természetesen, és elindítottuk a megyei felnőtt bajnokságban, Nyírbátor 2, NBSC 2 néven a megyei felnőtt bajnokságban azt a csapatot, akik gyakorlatilag csak nyírbátori fiatalokból állnak, akik az MB2-ben még kispadosok, illetve epizód szerepet kapnak, ott teljes mérkőzéseket felnőtt közegben játszhatnak. A klub vezetése tovább szeretné növelni az utánpótlás csapatok számát, és ehhez adott is a háttér nyírbátorban. A tárgyi és személyi feltételek teljes egészében biztosítva vannak. Törekszünk arra, hogy ugye helyben az oktatási centrum csarnokában egy hosszabb távú szerződést, bérleti szerződést kötöttünk, ami után remélhetőleg majd a saját újonnan fölépülő csarnokunkba fogunk átköltözni. Ez a tárgyi feltételekről, ez kiválóan működik, tehát ezzel probléma nem volt. Itt edzünk, itt játsszák a csapataink a mérkőzéseket, a személyi feltételek pedig jelen pillanatban helyi kötődésű volt játékosokkal oldjuk meg, akik edzik ezeket a csapatokat. Az NB2-es csapat 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 5 vereséggel a 8. helyen várja a tavaszi folytatást, amelynek első meccsén Tiszavasváriban lép pályára a Csapos János által irányított együttes. A megyei rangadók parázs mérkőzés jellemzi. Mi természetesen úgy állunk a kérdéshez, hogy győzni szeretnénk, ami tavaly sikerült is Tiszavasváriban. Igaz, hogy ősszel odahaza egy 2 másodperccel a vége előtt kapott góllal egyenlített a Tiszavasvári, ott elmaradt a győzelmünk, döntetlen lett, de nyilván szeretnénk győzni, úgy megyünk Tiszavasváriba. A Tiszavasvári nyírbátor mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik. A harmadik megyebeli csapat, a Kisvárdai KC, a listavezető 60. KSZ-es otthonával látogat a tavaszi nyitófordulóban.
A világranglista 20. helyén álló grúz Basilasvilit legyőzve jutott a legjobb 8 közé. Fucsovics Márton a 2,1 millió dollár összdíjazású keménypályás rotterdami tornán. Az ATP rangsorban jelenleg 38. nyíregyházi teniszező 7-6-6-1-re verte ellenfelét. Fucsovics a negyed döntőben a tornán első helyen kiemelt, a világranglistán 7. helyen álló Japán Nishikori ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Elfogadták a költségvetést, így több mint 1 milliárd forintból gazdálkodik 2019-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Ebből két kiemelkedő projektet is megvalósítanak ebben az évben. Az egyik keretében energetikai tanúsítványokat készítenek az arra igényt tartó megyei önkormányzatoknak, a másik pedig a megyei identitás pályázat, amelyben hagyományteremtő, közösségépítő programokat szerveznek. Mintegy 400 millió forintos hazai támogatásból épült új tornaterem, tanterem és kiszolgáló helység az újfehértói Istenszülő oltalmáról elnevezett görögkatolikus óvoda és általános iskolában. A beruházás keretében az épületet akadálymentesítették, liftet építettek be, valamint az iskola mellett egy 20 férőhelyes parkolót is kialakítottak. Javában zajlik a meccés az almásokban megyeszerte. Az ültetvény termőképessége nagy mértékben múlik azon, hogy ezt a műveletet hogyan és mikor végzik el. A meccéssel ugyanis nem csak a termés minősége javulhat, de bizonyos kórokozókat is visszaszoríthat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 15-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szombat reggelig gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem valószínű, az északi szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul. Szombat estig változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Csapadék nem lesz, a nyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül alakul. Vasárnap és a jövő hét elején is egy nagy nyomású légkörű képződmény lesz a meghatározó, éjszakánként többfelé képződik köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet, amely helyenként egyre hosszabb ideig maradhat napközben is. Ugyanakkor hazánk nagyobb részén a fátyol felhők mellett általában több órára kisüt a nap, csapadék nem várható, a jövő hét közepén néhol már előfordulhat zápor. A maximum hőmérséklet az ország nagy részén több fokkal meghaladja a sok évi átlagot, csupán a tartósabban ködös tájakon lesz hűvösebb idő.